Na szávasz, hullafáradt vagyok, reggel óta szopok. Gyors helyzetjelentés, még mielőtt nekiállunk itten bütykölni. Látjátok, ott van a babetta alatt egy kazal üzemanyag, ami kifolyt a karburátorból, meg mindenhonnan igazából. Megmondom, mi volt. Föltettem a tankot, meg felöntöttem, benzincsapna folyt az üzemanyag, utána megcsináltam, utána a benzincsőnél folyt az üzemanyag, utána a karburátorból ömlött az üzemanyag, mert nem zárt el rendesen az úszó, ugye, nem volt jobb állítva. Most rakom éppen vissza, hogy szerintem 7-szer a karburátort. Szeretném kipróbálni, bekötöttem a gyújtást, Google barátom segített benne, elvileg jó, de nem tudom kipróbálni. Ja. Úgyhogy most felrakjuk a karbit, azt már megpróbáljuk, hogy elindul-e, hogy valami legalább pöffenjen egyet igazából. Azért az a cél, hogy kiderítsük, hogy van-e jó gyújtás, mert akkor ugye össze tudom rakni, mert addig nem érdemes a burkolatokat meg mindent felpakolni. Lámpa nincs beködve, maga a gyújtás van csak. Szerelem, tehát most elindítottam a kamerát, nem is egyszerű egyébként videózni így, hogy tiszta olaj, vagy üzemanyag vagy. Egyébként innen üdvözlöm a cseh mérnököket, akik megállapták ennek a babettának így a konstrukcióját, mert szerintem az összes létező nyelven és az összes holt nyelven, amit nem is tudom, hogy létezette valaha, vagyis hogy létezett a holt nyelvek, általában létezett, na, az összes nyelven szerintem tudok már káromkodni. Olyan helyeken vannak ezek a különböző csavarok, hogy csak virágnyelven tudnék nyilatkozni, hogy mennyire örülök neki, hogy milyen jó helyre helyezték őket. Egyébként tudom, hogy itt is le tudnám menni már nem csak a blokkról. És attól félek, rosszul kapatom rá, akkor meg még el is nyalom, na hát akkor azt a boldogság az gyerekek. Ha a tőcsavart a blokkba ki elnyalom, az úgy még jó lenne. Ja, hát úgy körülbelül 7-szer veszem le a karbit, meg rakom vissza. Túlzás nélkül. Lehet, hogy több volt. Nem emlékszem. Reggel óta küzdök vele, gyerekek. Ugye a gyújtás bekötése az volt még egy álommeló volt. Mert megnézzük a gyertyát, egyáltalán, mert ugye még bele van pettintva minden, hogy nem volt kipróbálva semmi. Tiszta ezért benzin minden megtörölgetem, mert itt tömlött ki egyébként. Ja, mindjárt mondom. Ugye, mit akartam? Ja, a gyújtás az még egy leanyálom volt, mert netről lenéztem, aztán így bekötögettem, meg behajtottam oda, ahol kell. Hát ugye pöcröfnek kéne lennie, hogyha lenne üzemanyag. És nem ömlene órán száján, meg ilyenek. És azért vettem le, mert itt tiszta lötyök volt minden, nehogy valami falsot. Úgy értem, hogy tocsog a benzinbe. Legyen tiszta. Legyen tiszta. Nem tudom, hangosan beszélek eléggére, már kicsit csüggedek. Úgy. Jó. Akkor, gyerekek. Talán jó minden. Oké, gyerekek. Figyeljetek akkor igazából. És megnyitom az üzemanyag csapot. És elvileg talán nem folyik a karbírból, nem ömlik az üzemanyag.
Egy. Mindjárt várunk, ugye fel kell tenni a zúszóháznak. Hú. Próbálgattam ám. Igen, csöpög. Jó, csöpög, nem baj, a csöpög. De elvileg így már nem, mert ugye most így standarden vagyunk előredőlve, és ugye a túlfolyó az itt van valahol elő. És viszintes helyzetben jó, csöpög. Hát nem is kicsit. Na mindegy. Figyeljetek, én mindenképp már ki akarom próbálni. Most azon a gyalog, hogy jó, csöpög, csöpög. Most így egyébként annyira nem. Megint szedhetem szét, megint állíthatok az úszón. Ki akarom próbálni. Úgyhogy rá fogunk próbálni. Ha elindul, akkor össze tudom rakni. Hát jó, az úszón állítok, viszont az a lényeg, hogy darítsam ki, hogy jó, mert már a gyújtás. Ez a fontos. Komolyan. Jó, megtörtént. Reggel 6 óta a küzdelem, és még mindig egyszer szét kell kapnom a karbit, és állítanom az úszón, hogy ne csöpögjön, ugye, hogy zárjon rendesen. De már látjuk az alagút végén a fényt. Hát kicsit fáradt vagyok, bocsánat. Na, feltöltem ezt a videót. Elindult. Itt voltatok az első indulásnál. Ki van pucolva egyébként a kipufogó? Nagyon csattogós hangja van. De kipufogó csattogós hangja. Teljesen kisikerült bricíloznom. Fémtisztára lehet azért van, de nagyon szép pattogós hangja van, és egyébként, hogyha ugye alig lehet átrugni, nagyon jó a kompresszióban, szerintem frankó lesz. Na, tehát holnap akkor talán össze tudom rakni, és akkor ki tudjuk próbálni. Állítok a zuszon, összerakom teljesen, azt akkor véget ért a móka mára. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi!